A vádirat szerint a 47 éves férfi 2022. augusztus 27-én 16 óra körül érkezett egy helyi sörözőbe, ahol már egy ideje ott tartózkodott egy településbeli férfi ismerőse. Mindkét férfi italozott, így este 19 óra körüli időben mind a vádlott, mind az ismerőse ittas állapotba került. A 47 éves férfi ekkor ismeretlen okból a söröző pultjánál vitatkozni, veszekedni kezdett az ismerősével, majd kihívta a söröző elé, hogy megbeszéljék vitájukat. A söröző ajtaja előtti betonjárdánál a két férfi egymással szembefordult. A sértett férfi a mellkasáig mindkét kezét nyitott tenyérrel felemelte, mire a vádlott ököllel egy ízben a fejére ütött. Az ütés hatására az ittas állapotú sértett hanyat esett. A fejét nagy erővel a betonjárdába ütötte és eszméletét vesztette. Ahogy elhagyták a kocsmát, mind a ketten nyugodtnak tűntek, én nem is figyeltem utána, hogy mit csinálnak kint, a bárpult felé visszafordultam. Ahogy kiléptek, én hangoskodást odakintről nem hallottam, csak kb. 5 perc múlva a nyitva hagyott ajtó felől egy nagy puffanást hallottam. Akkor a pulttól hátrafordultam a bárszéken ülve a nyitott ajtó felé, és láttam, hogy az az öreg ember az ajtótól az utcán kb. 1-1,5 méterre feküdt hanyatt, a kezei tartására nem emlékszem. A fejét és a felső testét láttam kb. A derekáig. Feltett kérdés elmondom, hogy azt nem tudom megmondani, hogy az idős ember a betonon feküdt vagy a földön, azt sem tudom megmondani, hogy a feje a betonon volt-e vagy a földön. A kocsmában más is hallotta ezt a puffanást, és azonnal ki is szaladtak. Mire én kiértem a bárpulttól, addigra már az idős embert felültették. Feltett kérdés elmondom, hogy arra nem tudok nyilatkozni, hogy az idős ember elájult-e, de a levegőt úgy vettem, mintha horkolt volna. A szeme nem emlékszem, hogy nyitva lett volna, de ahogy szólongatták, arra nem reagált. A sörözőben tartózkodók az ájult férfi segítségére sietve ki akarták hívni a mentőket, amit a bántalmazó feleslegesnek vélt. Végül a söröző pultosa értesítette a mentőtiszt édesapját, aki oda sietett és látva a sértett férfi állapotát azonnal hívta a mentőket. A sértett férfi a kórházban a gondos orvosi kezelés ellenére 2022. szeptember 7-én a bántalmazás miatt keletkezett koponya és agysérülése következtében életét vesztette. Az ügyészség a vádlottal szemben börtönben letöltendő szabadságvesztésre és közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt a vádiratban.